Nagyon köszönöm a kedves szavakat és a bevezetést. Remélem, hogy nem fogok csalódást okozni. Amiről szeretnék beszélni, az egy olyan téma, amely különböző területek között létesít egy kapcsolatot. Tehát különben is meggyőződésem, hogy nem érdemes külön vizsgálni a dolgokat egymástól, hanem valamilyen mindig az összefüggéseket kell keresni, ez akár művészetek között, akár a különböző tudományágak között. Abszolút nem érdemes ezeket szétválasztani. És ez a pici kis szösszenet, amit most itt megpróbálok bemutatni, ez éppen ezt teszi, hogy valamilyen módon ezeket összekapcsolja, és hát a meggyőződésem az, hogy ez az fő irány, amit érdemes követni, mert ez egy, hát nyilván esélyünk nincs, hogy a világot megértsük, de bizonyos módon, hogy mondjam, egy kicsi heuréka érzés talán kelt az emberben, hogy mégis átlátja legalábbis ezeknek a dolgoknak egy részét. Na, hát bele is kezdenék akkor, és hát itt a cím, ugye, ami persze mindig egy kicsit olyan kedvcsináló is, de nézzük meg, hogy itt miről is szeretnék beszélni. Ugye ezek voltak azok a kérdések, amiket itt szeretnénk áttekinteni, persze itt is csak nagyon vázlatosan ezeket már lehetett olvasni. Itt láthatunk egy pár kristályt, ugye? Ezek a kristályok, ugye ezek előfordulnak, ugye a Földön lehajolunk egy kavicsér, az sokszor kristályos szerkezetű is. Hát jó, ezeket ugye ránézünk, igazából nem nagyon tudjuk, hogy hogy néz ki belülről. Aztán ismerjük ezeket a kedves jószágokat, mint az écvírus, vagy hepatitis C vírus, vagy ne adj Isten, itt van ez a koronavírus is. És ugye azt is észrevehetjük, hogy ezek a vírusok egy részének a szerkezete ilyen ikozaéderes szerkezetű. Többféle vírus típus van, de az egyik nagy csoportja az ilyen ikozaéderes szerkezetű, ami hát jól láthatóan az tartalmaz egy ilyen ötödrendű forgás szimmetriát is. Ugye látható, hogy itt az ikozaéderben szépen itt öt darab szabályos háromszög kapcsolódik. De ezek most csak észrevételek. Tehát megpróbálunk, amit szeretnék itt mutatni, hogy különböző dolgok között megpróbálunk kapcsolatot találni. Ugye itt is, hangsúlyozom, ezek csak ilyen saját észrevételek, hogy mit tudom én, itt is látható, hogy pont 20 darab ilyen kis akármi van körülötte itt a koronavírusnál, de ez is azt jelenti, hogy van benne valami ötödrendű forgásszimetria. Aztán utána persze itt vannak ugye ezek a klasszikus dolgok, SR-nek a rajzai, amelyek hát tele vannak szimmetriákkal, jól látható módon. Ugye itt ránézünk ezekre a lepkékre, ugye itt mindjárt mutató pálcát előveszem, ugye itt látható például egy hatodrendű szimmetria, aztán van benne harmadrendű szimmetria, másodrendű szimmetria. Tehát hogyha ezeket a lepkéket megnézzük, akkor az egy darab lepke, és az ő szomszédjait különböző szimmetriák segítségével tudjuk képezni, tehát egyet kiválasztok, aztán rányomom a szimmetriákat, amik itt előbukkannak, és szépen kikövezzük vele a teret. Hát ez is egy észrevétel egyelőre, és hát próbáljunk ugye más szemszögből is megnézni ezt. Ezek a képek a Alhambráról vannak, tehát ugye ez a granadai Vörösvár faláról, ahol látjuk ezeket a mintákat, ez ugye a klasszikus megközelítése ezek a falmintáknak, ugye a granadai Vörösvár, állítólag ez a minden lehetséges szimmetria csoportot, amiről később majd beszélünk, tartalmaznak ezek a minták. Állítólag ezt átnézték, bár kételkednek néhányan benne, hogy mindegyik előfordul, de mindegy. Itt most az lényeg az, hogy itt is láthatók ezek a ismétlődő szimmetriák, és ezekkel díszítették a várat. Ugye? Mór fejedelmek, csodálatos vára. Na, ezek között próbálunk valami kapcsolatot létrehozni, és ezt próbáljuk egy kicsit áttenni. De ugye miből is indulunk ki? Ugye abból, hogy a kristályokról kezdtünk beszélni, ugye a kristály szó
jelentése, ugye görög eredetű szó is, ugye jég, de igazából ezt használták ugye a hegyi kristály, a mézpátnak egy bizonyos ra is, és ugye ez egy ilyen nagyon átlátszó, csodálatos alakzat volt, amiben, hogyha beleesett a fény, akkor különböző szétbontotta ugye a fényt különböző színekre, és nagyon titokzatosnak tűnt, és ezért mindig különleges képességet rendeltek hozzá. Aztán, ugye, de ez igazából már valahol sokkal előbbről kéne indulnunk, mert ugye a világ felépítését azt mindig úgy próbálták magyarázni, hogy valamilyen alapegységeket kerestek, és az alapegységekből, úgynevezett árkékból megpróbálták aztán az egész világot leírni. Ez már a védákban is, már az indiai kultúrában is előjött, de aztán később, ugye már, hogyha elérünk ugye a görögökhöz, akkor jól tudjuk, hogy ott nagyon sokan ezzel foglalkoztak, hogy a világnak a kiinduló pontját, felépítését megpróbálják leírni. Ugye ismerjük Thales, Anaximandros, Anaximenész és így tovább nevét. Ugye aztán volt Démokritosz, amit ugye a 70 éves átkos rendszerben nagyon előre toltak, mint ugye a materialista nézőpont kiinduló pontját, holott tévesen egyébként. Na mindegy, tehát Démokritosz ugye valami részecskéből próbálta összerakni a világot, és ugye a részecskék formáját is ő itt látható módon úgy képzelt, hogy vannak különböző részecskék, és ezek valahogy egymáshoz való viszonyából épülnek fel aztán a dolgok. Aztán ismerjük ugye Platonnak az elméletét, aki az öt szabályos testtel próbálta az egész világot kirakni. Tehát hangsúlyozom, most oda próbálok eljutni, hogy ezeket az elején felsorolt dolgoknak valami közös kiinduló pontot találni, és ezáltal leírni valami egységes módon ezeknek a dolgoknak a lényegét. Na és ugye ő azt mondta, hogy a világ ugye kocka, tetraéder, oktaéder és ikozaéder segítségével építhető fel, tehát az öt szabályos testtel, igazából négy szabályos testtel plusz a kozmosszal, ugye a plazmával, a nagy éterrel, és ezeknek az egymás helyzetével, egymáshoz csatlakozásával épülnek fel a dolgok. Ugye ez volt a platóni elv, ugye itt látható ez a nagyon ismert rajz, ugye a mindegyiknek megfeleltetett egy levegőt, víz, tűz, földet, illetve volt még a kozmosz, ugye mindent összefogó kozmosz, és ebből épültek föl. Na persze ez persze egy vitának a kiinduló pontja volt, ugye tanítványa volt Arisztotelész, aki ezt mindjárt megtámadta természetesen, mert ugye hát a tanítványoknak ez a dolga egy picit, hogy szembe menjenek a mesterükkel, és akkor elkezdte vizsgálni a dolgokat, és ő azt mondta, hogy hát jó, hát kedves Platón úr, hogyha ebből épül föl a világ, ilyen módon épül föl a világ, akkor ezeket a testeket egymásra kell rakni, és azoknak a testeknek ki kell tölteni a világot. Hézagmentesen. Hát persze a szabályos testeknek ez nem mindegyikkel teszi meg, sőt, hát csak a kocka teszi meg az euklideszi térben. De egyébként Arisztotelész is azt mondta, hogy a kocka és a tetraéder is kitölti a teret, természetesen az hibásan mondta. De viszont fölmerült egy nagyon lényeges dolog, hogy a világ felépítéséhez olyan elemeket kell keresni, amelyek segítségével hézagmentesen ki lehet tölteni a teret. Ugye, mint például a lepkékkel ott a eserféle rajzon. Tehát ez egy alapvető jó gondolat volt. Aztán Heisenberg egyébként Platón elméletét elemezve azt mondta, hogy kezdetben volt a szimmetria. Tehát ez a rész és az egész című csodálatos könyve ír előre elég részletesen, és azt mondja, hogy kezdetben volt a szimmetria. Minden bizonnyal szerencsésebb kifejezés, mint a Démokritosz, kezdetben volt a részecske. Tehát valamilyen módon a szimmetriáknak alapvető szerepet adott, tulajdonított Heisenberg is. Aztán, ugye ezt csak kiszínezte. Aztán itt ez, amiről már beszéltem, egy picit itt van leírva, hogy Arisztotelésznek ez a kis kritikája,
De egyáltalán, ugye, ha már szimmetriát ilyen alapvetőnek gondoljuk, akkor ugye beszéljünk egy kicsit a szimmetriáról. Na most a szimmetria jelentése az sokkal, hogy mondjam, általánosabb, bővebb volt, mint korábban, mint amit mi manapság értünk. Szimmetriában mindig azt értjük, hogy tengelyes tükrözés, mit tudom én, tehát ezek a hagyományos szimmetriák, forgásszimmetriák, de igazából ez egy sokkal általánosabb dolog volt, ez a szimmetria együtt mérhetőség, összemérhetőség. Ugye a görögöknél volt ez a racionális dolog, ugye ők nem nagyon mentek a végtelenbe, meg az infinitézimális világba, ők racionálisak voltak, ugye összemérhetően gondolkodtak. És igazából, tehát a szimmetria alatt ezt is értették, és a német nyelvben ez kettő is van választva, a szimmetria meg a összemérhetőségnek a dolga. Ez magyarnál egy kicsit így összefolyt, de itt ugye látszik az, hogy ugye Vitruviustól kezdve Polükleitos, stb. Különböző módon fogta fel a szimmetria fogalmát, de sokkal, sokkal általánosabban, és inkább a szimmetria valamilyen általános szépséget tükrözött, valamilyen arányosságot, és így tovább. És így kezeljük egy picit, ugye itt egy kicsit a német terminológiát is vesszük. És Hermann Weyl, akinek a Szimmetria című könyvét mindenkinek ajánlom, azt, ha meg tudja szerezni, akkor olvassa el. És itt ezt csak poénból raktam be ezt a képet, ugye azt Leonardo írta egy kortársának, azt mondta, hogy örömömre szolgálna tartózkodni a monstrúzus szörnyszerű dolgoktól, mint amilyen a hosszú lábak és a rövid törzs kombinációja, ezt kinek írhatta ezt? Hát Hieronymus Boschnak, ugye, ismerik a képeit, ugye a pokorról, és így tovább. Ugye, mert éppen, hogy Leonardo volt, aki a szimmetriát és a harmóniát tükröz, nagyon, szinte nem tudott olyat elképzelni, hogy ilyeneket lerajzoljon, és hát azért is a Vitruviusi emberi híres rajza erre utal, hogy ilyen arányokat vár el, ugye, valamilyen módon. De hát persze ez most nem is érdekes. Aztán ugye vizsgáljuk, menjünk vissza egy kicsit a kristályokhoz. Ugye azt láttuk, hogy régen a kristályokat megpillantotta valaki, hát nézte a kristályt, hát nem látott bele. Fogalma sem volt, hogy belül mi van. Azt látta, hogy szépek, jók, de igazából nem lehet. Aztán igazából az 1600-as években ugye kezdett a bányászat, meg a dolgokat kezdték jobban vizsgálni, mert az iparnak, stb. Az életnek szüksége volt erre. És hát igazából a kristálytan első tanulmányának szokták nevezni Keplernek ezt a 1611-ben megjelent rövid művét, a Nives Sexangula, a hatszögű hópehelyről. Ugye itt volt az első olyan, amikor valamilyen modellt próbált Kepler fölállítani, hogy épülnek föl ezek a hópehelyek. Állítólag rohadtul meg is fázott, amikor ezt vizsgálta, mert ugye a hópehelyek mindig elolvadtak, amikor elkezdte nézegetni, és ugye egy elméletet dolgozott ki, ami már kicsit hasonlított ahhoz, hogy most elképzeljük a kristályokat, hogy vannak benne atomok, és ezeket gömbökkel lehet szimulálni. Tehát valamilyen módon ezt szokták tekinteni a kristálytan első tanulmányának. És hát ebben a korban jött az elő, hogy elkezdték vizsgálni, na most egy kicsit a kép más mutat, tehát kezdtek belenézni a kristályokba, de ez a belenézés a kristályokba az egy kicsit más volt, mint manapság, hiszen nem tudtak mikroszkóppal, stb. Átvilágítani a kristályt, hanem azt csinálták, hogy széttörték a kristályokat, és akkor nézték, hogy a darabok hogy változnak. Na, visszatérve, még majd mindjárt azzal folytatom, hogy még Keplerhez kapcsolódva, hogy ebben az időszakban történt, hogy az angolok foglalkoztak ugye általában hódításokkal, és ugye a hajókon a ágyúgolyókat kezdték elhelyezni. Na, és azt föltette ugye Thomas Herriot egy matematikusnak, föltették a kérdést, hogy helyezzük el az ágyúgolyókat. Hát az persze ugye józan paraszt észre el lehet rakni a golyókat, és akkor fölépül az a
a normális elrendezés. És hát, de igazából nem tudták bebizonyítani, hogy, hogy ez most mi, tényleg mikor a legjobb. És akkor Herriot fordult, levelezett Keplerrel, és akkor elindult ez a vizsgálat. Ugye most már egy kicsit kapcsolódva ez a Nivel Sexangulak cikkhez, hiszen ott is ilyen gömbökkel dolgozott ugye Kepler. Gondolta Herriot, hogy itt is ezzel fog foglalkozni, és hát valóban így is lett. Na mindegy, erre majd visszatérek. De hát itt még egy kicsit a szimmetriának a gondolatai jönnek elő. Ugye olyan szempontból, hogy, hogy a kor, tehát ez a 16. század, 17. század eleje, ekkor ez a szimmetria nagyon előjött. Éppen a kristályok vizsgálata plusz a világegyetem vizsgálata, megint összefügg ez az egész. És ugye kezdték Kopernikus, Kepler és így tovább többen is vizsgálni, ugye szegény Giordano Bruno, aki aztán el is égett, ugye Galilei megúszta. Na, valamilyen módon sokan foglalkoztak ilyesmivel, és ugye látszik, hogy nem csak az apró kérdésekben a szimmetriát részesítették, hanem a világegyetem szerkezete is a szimmetriákhoz próbálták kapcsolni. Ugye mindenki emlékszik Keplernek az a csodálatos ábrájára, amikor a szabályos testek így egymásba vannak rakosgatva, ugye, és azzal az akkor ismert öt bolygódnak a mozgását le tudta írni. Tehát keresték a világegyetem rendjét, kicsiben is, nagyban is. Tehát ugye valahogy ezt látjuk. És akkor ugye, ahogy kezdtem mondani, kezdtek belenézni a kristályokba, hát próbáltak belenézni. Ugye, ez nagyjából úgy történt, hogy tördelték föl a kristályokat, és nézték, hogy mi jön ki. És ugye azt vették észre, hogy a kristályoknál bizonyos szabályosságok lépnek föl, például a kvarc kristály lapja és élei meghatározott szög alatt metszik egymást. Miért igaz ez, ugye? Ez egy észrevétel volt, ezt egy Niels Stensen vagy Niels Steno nevéhez fűzi, ez ugyanaz az ember, és érdekes módon ezt a Stenót II. János pápa boldoggá avatta, mert ő egyébként később püspök lett. De mindegy, de ő foglalkozott ilyen természettudományos dolgokkal is. Vagy René de Isle egy évszázaddal Steno után észrevette, hogy egy bizonyos ásvány kristályainak meghatározott lapjai, élei által bezárt szög az illető anyagra jellemző, állandó lesz. Tehát ezek még mindig csak ilyen külső észrevételek voltak. Aztán jött egy eset, ez a Bergman nevű kollega, észrevette azt, hogy akárhogy tör szét kristályokat, azok mindig valahogy egyforma szerű darabokra esnek szét, és akkor utána ez a Haüy nevű, ez is egy abbé volt, a 19. században azt feltételezte, amit itt lehet írni, hogy az ebből következően lát, hogy összes kristály alapegységeinek formái, poliéderei három korábban említett esetre vezethetők vissza, nevezetesen tetraéder, háromoldalú prizmára és paralelepipedonra. Visszaértünk a görögök kiindulására, ők ezt már feltételezték, ugye? Démokritosztól kezdve Plátónik, hogy valahogy van valami alapegység, és abból rakódik ki, és igazából ez már nagyon közel áll a valósághoz, és akkor így képzelte el ez a Haüy nevű kollega, hogy ilyen kicsi bigyókból össze lehet rakni a kristályokat, és amikor mi nagyba ránézünk, akkor már úgy néz ki, mint egy rendes kristály, mert ugye olyan picik azok a valamik, hogy nem látszanak ezek a tördelések. Tehát ez most már közeledünk a dolgok, hogy mondjam, tudományosabb vizsgálatához, és utána megfigyelték még a kristálylapoknak bizonyos viszonyszámait, amelyekkel aztán a kristályokat jellemezni tudták. Tehát egyáltalán ez már egy nagy lépés volt. Ez a mai napig, ugye ezek a mai nap ezt a Miller indexekkel jellemzik ezeknek a lapoknak a helyzetét, és utána kezdték vizsgálni a szimmetriákat. De ez még mindig csak ilyen külső megfigyelésekből adódó szimmetriák, hát ezek a kristályrendszereknek a feltérképezés, hát itt Weissnek a munkásságát lehetne talán kiemelni, meg egy Frankenheim nevű, most itt nincs, nem látom a nevét, Frankenheim nevű kollégának a vizsgálatát, akik
ezeket a kristályrendszereket, illetve azoknak a szimmetriáit már kezdték leírni. Tehát megint előjöttek a szimmetriák. Itt igen, Frankenheim ott megjelenik, H.U. Weiss, Frankenheim. Ők voltak azok, akik így kívülről nézve a kristályokat, amennyire lehetett vizsgálták. Aztán igazából egy nagy lépés Bravénak a megjelenése volt, aki már algebrai szempontból is kezdte megközelíteni a kristályokat, tehát megpróbálta leírni a kristályokat már algebrai, tehát matematikai eszközökkel, tehát bizonyos feltételezésekkel ért, és utána abból vont le következtetéseket. És az előző tapasztalati tényeket beolvasztva megállapított, hogy a kristályok 14 rácstípusba rendezhetők, valamilyen a kristályok szerkezete bizonyos rácstípusba rendezhető, és itt láthatók ezek a rácstípusok, amelyek, ugye itt van egy lapcentrált kockarács, és így tovább, itt egy tércentrált kockarács, és így tovább, mindegyik megjelenik, amelyek aztán manapság már tananyagok ugye az egyetemen is. És utána a következő kérdés merült fel, hogy a geometria egy kicsit utána menjen ennek a dolgoknak, ezeknek a dolgoknak, és itt jött be akkor végül is a geometriai rész, és akkor itt most egy nagyon egyszerű részt emelnék csak ebből ki, a sík geometriát, ugye mik az egybevágóságok, nagyon tudjuk, azt már tudjuk, hogy mik, és ugye a síkban ezek az egybevágóságok csoportosíthatók, ezeket mindannyian ismerjük, eltolás, forgatás, tükrözés, csúsztatva tükrözés, illetve az identitás, és ezek egy csoportot alkotnak, és ezekből levezethető az egybevágóságoknak a csoportja, illetve az osztályozás az egybevágóság. Most csak síkba beszélek, euklideszibe. Aztán majd megyünk tovább, ha lesz időnk, remélem a többire is. És utána ezeknek a csoport struktúrája bevezethető, és akkor már itt vagyunk az algebránál, amit aztán ez a Bravé nevű kollega kezdett el. És utána, ha vizsgáljuk ezeket a csoportokat, akkor ezeket három alapvető részre tudjuk osztani. Ugye egy rozetta, Friis csoport, kristálycsoport. Tehát most még egyszer eleinte mentünk egy külső megfigyelésbe a kristályokba, és most kezdünk bemenni a kristályok belsejébe. Ugye, hogy ott belül mi lehet. Ezek valamilyen szinten összefüggnek a vizsgálatok, de ezek most külön zajlottak, ezek a geometriai, vagy külön tekinthetjük ezeket a vizsgálatokat, és aztán összeérnek ezek, de mikor fognak csak összeérni, majd a 900-as évek elején. Na mindegy, tehát ugye vannak ugye ezek az egybevágóság csoportok, a rozetta csoportok, amikor nincs benne eltolás, ezeket jól ismerjük, a rozettákat, ugye ezek a rózsaablakok. Itt látszik, hogy ezeknek a szimmetriái mind olyanok, amik egy pontot helyben hagynak. Ugye? Aztán vannak olyan eltolás csoportok, amiknek az irányai ilyen egy irányú eltolással rendelkeznek ezek a csoportok, és azok a csoportok, amikor két eltolást tartalmaz, azokat fogjuk nevezni kristálycsoportoknak. Azok a csoportok azok, amik kitöltik aztán a síkot, például most a síkról van szó, de ugyanígy magasabb dimenzióban. Tehát vesszük az egybevágóságokat, legyen a csoport diszkrét, tehát az azt jelenti, hogy választok egy pontot és elkészítem a képeit, ezek ne torlódjanak, hanem úgy szép távolságba helyezkedjenek el egymástól, és ezeket a csoportokat aztán lehet vizsgálni. Ilyen csoportokat lehet aztán vizsgálni. És ezek a csoportok, amik így létrejönnek, ezeknek van egy nagyon fontos alaptulajdonságuk, hogy rendelkeznek egy olyan alaptartománnyal, egy korlátos, szép alaptartománnyal, amelyre, hogyha a csoport szimmetriáit ráengedem, akkor ezek kikövezik a teret, méghozzá hézagmentesen. Már kezdünk visszaérni oda, amit már Arisztotelész feszegetett, hogy kéne keresni olyan egységeket, amik kikövezik a teret. Hézagmentesen, igaz? Tehát megtalálni a világnak azok az alapegységeit, amik aztán létrehozzák az egész terünket. Igaz? És akkor itt nagyon sokan dolgoztak ebben matematikai, geometriai szempontból, Schönflies, Bieberbach, akik megmutatták, hogy geometriai szempontból bizonyították, hogy egy kristálycsoport tartalmaz n-dimenziós térben n darab lineárisan független eltolást. Mit hoznak létre az eltolások? Hogy egy pontra ráengedem ezeket az eltolásokat,
Ezek mit hoznak részre? Egy rácsot, igaz? És már ott vagyunk, hogy a rácsot is megtaláltuk itt valamilyen módon. Ebből levezethetők a Bravé rácsok, amit Bravé még egy kicsit olyan határesetben tapasztalati és algebrai úton azért megtalált, de itt már ezek levezethetőké váltak. Aztán jött Schönflies, Fjedorov, Bieberbach és Barlow, most ide nincs hír, de akik föltérképezték, hogy milyen ilyen csoportok fordulhatnak elő. Ugye ő volt a Schönflies talán, de ugyanúgy. És észrevették azt is, egy Barlow nevű kollega, hogy ezekben a kristálycsoportokban nem fordulhat elő más forgásszimetria, csak másodrendű, tehát középpontos tükrözés, harmadrendű forgatás, negyedrendű vagy hatodikrendű forgatás. Ötös forgatás nem fordulhat elő egy tiszta kristályrácsban. Hát milyen érdekes, hogy azok a nyavajás betegségeknél milyen forgatást észlehetünk, ötödrendű forgatás. De persze ez nem biztos, hogy ez így van, de az biztos, hogy a természet az ötödrendű szimmetriákat kitünteti. Tehát nem véletlen, az se véletlen, hogyha megnézi az ember a néprajzi dolgokat, az öt szög mindig ki van tüntetve. Az öt szög az mindig valami rosszal volt, vagy nagyon sokszor rosszal párosították. Hát a másra nem gondolunk, a Da Vinci kód mivel kezdődik, ott van az a fickó kiterítve ilyen szabályos ötszögbe, igaz? Tehát valamilyen módon azt az ördöggel párosították, tehát valamilyen módon az öt körül van benne valami. De az öt az kapcsolódik persze nem csak ehhez, hanem például az öt szabályos ötszög, szabályos tízszög kapcsolódik viszont az aranymetszéshez például. Hát valami ott zajlik az ötszög körül, az biztos a világban, és hát ez egy jó kérdés, hogy pontosan mi, de az valamilyen módon ott az gondokat okoz a világban. De az látszik, hogy egy tiszta kristálrácsban nincs ötödrendű forgatás, és hát minden esetre ez tény. Itt láthatók a síkbeli rácsok, abból öt van, tudjuk, hogy a térben 14 van, és elérkeztünk a másik oldalra, a művészet oldalára. Volt egy ilyen Escher nevű kollega, aki elkezdett ilyen ismétlődő periódikus mintákat rajzolgatni, ellátogatott több Mór emlékhelyre, és ott a fal mintákat másolta, hiszen tudjuk, hogy ott az előbb láttuk az elején, hogy azok nagyon szép térkitöltő mintákat készítenek. Ez eleinte ösztönösen rajzolgatta ezeket a mintákat, ez is például egy ilyen minta volt, ahol látható módon vesz az ember egy lepkét, az a lepkeire alkalmaz szimmetriákat, és szépen kitörti a teret. Tehát akkor ez egy olyasmi típusú szerkezet, mint a kristályok, hogy van egy korlátos, szép alaptartományom, erre alkalmazom a szimmetriákat, és kapok egy térkitöltést. Ugyanaz a, tök ugyanaz, mint a kristályban. Ugye? Tehát tök ugyanaz a logika, és ezt ő eleinte ösztönösen csinálta, ugye Escher, de aztán itt látható például egy példa, itt vannak ezek a madarak, látható módon a madalaknál van egy ilyen irányú eltolás, meg egy olyan irányú eltolás, és ezeket ismétlésével egy darab ilyen mondjuk fehér madárból ki lehet kövezni hézagmentesen ezt a síkot. És ezt a csoportot P1 csoportnak szokták nevezni ezzel az eltolással. Absztrakt értelemben ez a csoport ugyanaz, mint az a zöld bigyó, az a zöld paralelogramma. Tehát értelem, valamilyen módon ez a paralelogramma eltorzítható lenne, ilyen, hogyha nagyon ügyesek lennénk, akkor Mickey Mouse-t is csinálhatnánk belőle, csak azt ugye meg kell tartani ezeket a szimmetriákat. Tehát valamilyen módon ez a rajz, meg ez ugyanazt a szimmetria csoportot takarja. Most a színekkel egyelőre ne foglalkozzunk, az egy külön ügy, de ez egy nagy érdeme volt egyébként Eschernek, hogy a színeket is behozta a vizsgálatba, és ezzel a matematikában is egy új területet indított el, a színes csoportok vizsgálatát. És ő egyébként magyar kötődése is van, hiszen Pólya György szimmetria csoportokról írt cikkét is használta ez a vizsgálataihoz, tehát ő ezt, amikor már észrevette, hogy itt kapcsolat van matematika között,
akkor Pólya Györgye cikkét is olvasta, de nem csak az övét, aztán Kokszéterrel is kapcsolatba került a híres matematikussal, és utána már kicsit tudatosan is készített ilyen rajzokat. Ez ugyanaz, tessék megnézni, itt van egy hüllő, mondjuk ez a fekete hüllő, és látszik, hogy ott van egy negyedrendű forgáscentrum, itt ráeresztjük a hüllőre a negyedrendű forgáscentrumot, majd itt van egy másodrendű forgáscentrum, és itt van még egy negyedrendű forgáscentrum. Lehet látni ezt a szép szabályos, egyenoldalú szabályos derékszögű háromszöget, és egy ilyen hüllő, meg egy ilyen szabályos, egyenoldalú derékszögű háromszög, ez ugyanaz lesz. Tehát itt lényegében egy az és ugyanaz, itt van absztrakt értelemben a hüllők, nem mások, mint olyan egyenoldalú derékszögű háromszögek. Ugye, és itt van a csoport absztrakt algebrai megadása. Tehát valamilyen módon ezek összekapcsolódnak nagyon szépen, itt ennek a lepkének ez az absztrakt megadása, egy lepke olyan, mint egy deltoid. Tehát ezek szépen összekapcsolódnak itt a világban, és itt a, ez Molnár Emir tanár úr rajza volt, ez onnan kölcsönöztem, és ez megint Eschernek egy rajza, itt egy másik csoportot kapunk, ezek a Kokszéter könyvéből való képek, de Escher rajzai szintén. És szeretnék mutatni, nem tudom, az idő nagyon kevés, de igyekszem, el kell jutnunk nagyon messzire, kis türelmet kérek csak még. Sok mindent, de van még idő, ugye? Tehát... az kevés lesz, de nem baj majd. Tehát itt a... Ez miért nem látszik ott? Ezt nem tudom. Na mindegy, mindjárt megoldjuk. Kicsit kimegyek akkor innen a vetítésből. Akartam mutatni egy programot. Ja, ezt lehet, hogy ott kéne kattintanom, igaz? Hogyha megtalálom egeret. Aha. Igen, bocsánat, ott belül itt a gépbe kattingattam. Ezt egy Daniel Huzo nevű kollega csinálta, ez most ő a valamelyik bio... Na, miért nem jön be? Valami hibát jelentett? Na, mindegy, akkor lehet, hogy ezt nem tudom megmutatni a fenegyemen. Na, mindegy, ez letölthető az internetről ez a program. Ez a 17 csoportot nagyon szépen bemutatja ez a program, és érdemes megnézni. Nem tudom, most már itt is hibákat jelez nekem. Na jó, mindegy, akkor megyünk tovább. Azt akkor nem tudom megmutatni. A lényeg az, hogy a síkban 17 darab ilyen csoport van, és ezeknek a csoportoknak itt egy algoritmus, amely alapján el tudjuk dönteni, hogy egy adott rajz milyen csoporthoz tartozik. Na jó, és utána a következő kérdés, hogy ilyen alaptartományok, mint ez a lepke volt, vagy a hüllő volt, azokat hogy lehetne csinálni? És az egyik ilyen módszer az úgynevezett Dirichlet-Voronoi cella, amely ugye olyan pontok halmaza, ugye van egy ponthalmaz, azok a kis fekete pöttyök, és utána megnézzük, hogy mondjuk ez a pöttyhöz melyek, megnézzük, hogy ehhez közelebb lévő pontok halmazát, mint a többihez viszonyítva. Tehát vesszük a felező merőleges egyeneseket, és ezek metszete előállítja ezeket a cellákat. Tehát ezen cella minden pontja közelebb van ehhez a ponthoz, mint a többihez. És így tovább, mindegyiknél ez így működik. És hát ilyen cellákat is, akkor ezt sem fogom tudni megmutatni. Na mindegy, tudnék mutatni ilyen cellákat, hogy hogy lehet készíteni, de tényleg nem ez a leglényegesebb. De az látszik, hogy ezek a DV cellák is alaptartományok lesznek, és ezek később fontos szerepet játszanak. A térben ezek is bizonyos speciális Dirichlet cellák, és látszik, hogy ezek a cellák már olyanok,
amit, hogyha az ember ilyen kristálytani könyvet föllapoz, azok ott megjelennek ezek a cellák. Ezek nagyon érdekes dirichlet cellák és optimális cellák. Na de hogy jöttek rá végül is ahhoz, hogy valóban így néz ki egy kristály belőlül, mert továbbra se tudtak egészen a 19. század végéig, 20. század elég belelátni a kristályba, ameddig Röntgen ki nem találta a Röntgen sugárzást, hogy ezt lehet vizsgálni a Röntgen sugárzással sok mindent, bele tudnak látni a kristályokba, és hát lehet látni, hogy ha a kristályra rányomjuk a Röntgen sugárzást, akkor az bizonyos képet fog létrehozni, és utána hát Bragg kutatásait ugye is figyelembe véve, például ez egy nátriumkloridnak a rávetítés után kapott képe így néz ki. És ebből le lehetett vonni a következtetést arra, hogy hogy néz ki, ezek is régi felvételek Laue és Bragg kutatásaiból, hogy egy nátriumklorid kristály hogy néz ki. És ebből a képből visszafele ki lehetett találni azt, hogy... Na, én nem mész tovább. Ki lehetett találni azt, hogy ez a nátriumklorid, ugye a képekből visszakövetkeztettek a térbeli szerkezetre, hogy ez ilyen szépen néz ki. És utána, ha megnézzük ennek a struktúrának a szimmetriáit, akkor észrevehetjük azt, hogy a szimmetriákat, hogyha ráengedjük erre a pici kis tetraéderre, amit ugye ez a testközéppont, lapközéppont, csúcs, másik csúcs, vagy ez a élközéppont és másik csúcs, ha ráengedjük erre a szimmetriáit ennek az alakzatnak, akkor az szépen kikövezi ezt a kockát, és hát a kocka utána meg az egész teret is kikövezi. Tehát ez a tetraéder ugyanazt a szerepet játsza, mint az a lepke játszott annak idején. Tehát ez az ez egésznek az elve, tehát itt most már kezdenek összekapcsolódni ezek a dolgok, és hát hogy lehet kitalálni azt, hogy itt a... hogy itt ez valóban az a előbbi vetített kép, hogyha ránézünk erre egy ilyen átló irányából erre a kockára, akkor egy ilyen képet látunk, és ott emlékezünk vissza, hogy amit a Laue felvételén láttuk, ott a pontok így helyezkednek el. Tehát így lehet visszakövetkeztetni a térbeli szerkezetre, de ezt egy picit bambulni kéne. Na most utána ugyanezt föl lehet tenni n-dimenziós térbe, hogy ugyanezek nem csak síkban, három dimenzióban, magasabb dimenzióban is igazak, és Sachsenhaus, Bieberbach, Sachsenhaus, illetve hát itt látható kollégák munkássága alapján magasabb dimenziókban is megcsinálták ezeket a tércsoportokat. Ugye két dimenzióban 17 van, három dimenzióban 219 vagy 230, hogyha az a tükrözéssel keletkező párokat megkülönböztetjük. Hát és így tovább 6 dimenzióig ismerjük, lehet, hogy azóta már több dimenzióig ismerjük. Ezt most már nem tudom, hogy ez most hogy áll, de 6 dimenzióig biztos ismerjük ezeket a tércsoportokat. De hát nyilván a mi szemszögünkből ugye a 3 dimenzió az érdekes. Aztán a következő kérdés az, amiről már kicsit beszéltem, hogy ezeket a kristályokat hogy lehet modellezni. Hát a modellezni úgy lehet, hogy ahol az atomok vannak, oda gömböket képzelünk, ez elég jól közelíti a valóságot. És hát megint visszatértünk, ugye, amiről előbb egy kicsit már beszéltünk erre az ágyugolyó elhelyezésre, és hát itt ezek még eredeti rajzai Keplernek, ugye, hogy így kéne elrakni a golyóbisokat, akkor ez lesz a legsűrűbb. És ez persze nem olyan triviális, hogy ez a legsűrűbb, hát itt láthatók ezek a legsűrűbb elrendezések, ilyen egymásra rakott, itt láthatók a körök, vagy hát ugye a gömböknek a vetületei, és hát mindig így a hiányzó kis lukakba helyezzük a következő réteget, és megint, és így nagyon sokféle elrendezést lehet hát szimmetria szempontjából csinálni. De ugye persze van olyan, ami teljesen szimmetrikus is. Itt, ugye ez egy jó kérdés, és nagyon sokáig nem tudták bizonyítani. Amiket itt látunk, azok az úgynevezett rácsszerű gömbkitöltések, síkban be tudta bizonyítani Lagrange, aztán térben rácsszerűre Gauss, aztán magasabb dimenziókra itt látható, hogy kik bizonyították ezeket a legsűrűbb gömbkitöltéseket, de általában a bizonyítást
azt nagyon sokáig nem tudták megcsinálni, egészen hát a 20. század vége környékén egy Thomas Hales nevű kollega tudta ezt bizonyítani, nagyon sok próbálkozás után, ami az érdekes volt, hogy magyar vonatkozása van, Fejes Tóth László ötlete alapján tudta ezt bebizonyítani, és ezt majd elfogadjuk, ezt a bizonyítást, számítógépes támogatottsággal működik, de egy nagyon hosszú számítógépes támogatással sikerült ezt megcsinálnia. Tehát itt az a következőig jutottunk, hogy vannak kristályok, ezek nagyon szorosan kapcsolódnak a művészetekhez, nagyon szorosan kapcsolódnak eselrajzaihoz, díszítésekhez, általában a szépség fogalmához, és ezeket most gömbökkel modellezzük. Na most a következő kérdés az, hogy ha már Alice és Csodaországot behoztam, akkor hogy lehetne ezt most itt nekünk egy picit ettől elrugaszkodni, hogy tudnánk ettől elrugaszkodni? Eddig mindig euklideszi térbe voltunk. Az euklideszi tér azonban nem az egyetlen. És hát valamilyen módon akkor át kell lépnünk egy olyan országba, amit mi nem ismerünk, hiszen a mi világunk, amit látunk, az euklideszi, legalábbis hát azt feltételezzük, hogy euklideszi, és hát mindent ebbe számolunk, tehát az agyunk erre működik. De alapvetően nem biztos. Ugye amikor Alice átlépett a Csodaországba, meg Tükörországba, akkor nagyon sok minden történt vele. Például megtörtént az, hogy elindult egy ház felé, és az a ház nem jött közelebb. Nem jött közelebb, hanem távolodott egymástól, vagy távolodtak egymástól, nem tudott odaérni például. Hát hogy lehet ez? Ugye nem tudom persze, hogy mire gondolt ugye Lewis Carroll, amikor írta, de például ezek a jelenségek, ezek elég természetesek, amikor már nem euklideszi geometriában vagyunk, hogyha euklideszi értelemben valami felé megyek, nem biztos, hogy közeledek a felé. Na most nézzük meg, ugye ezt egyébként már, ez Eschernek a Menny és Pokol című rajza, ugye a világnak a dualitását, a jó és a rossz kapcsolatát mutatja, és ugyanezt a rajznak a megfelelője például egy hiperbolikus síkon így néz ki. Tehát van más világ, lehet más világunk is, na de ezt egy picit akkor ugye erről kéne beszélni, hogy milyen geometriák lehetnek még. Hát ugye most évfordulója van, 200. évfordulója ugye látható annak, hogy Bolyai felfedezte a hiperbolikus geometriát, és hát gondoljunk rá ilyenkor, hogy ezt a tipikus magyar sorsot, amit ő megélt, és ezt a tragédiát, ezt azért jegyezzük meg, hogy ez ne jöjjön máskor is elő. És hát valamilyen módon ez volt az igazi első nem euklideszi geometria, hát a gömbfelület geometriáját azt már persze ismerték valamennyire, de igazán nem euklideszi geometria, ez volt az első abban az időben. És hát ez volt az első, amikor kiléptünk, ugye a Babits versét azt ismerjük, ugye, hogy tör ki a kalitkából ugye az ember, amikor ez megtörtént a bolyaiakról, ezt érdemes megnézni. Ugye itt a híres mondata, illetve a levélnek a másolata, és hát az alapképlete ugye a párhuzamos szög és a párhuzamossági távolság kapcsolatáról szinte az alapképlete. És ezt a geometriát tudtuk modellezni, vagy tudtuk, hát kezdték ugye megkeresni a modelljét, hiszen abban a geometriában nem látunk, ezért valami euklideszi modellt kellett csinálni. Az első ilyen modell, ami talán nem is teljes modell volt, ugye, mert a szélekkel baj van, de Beltrami csinálta, aztán Klein és Kéli megadták lényegében a modelljét, és ez az ellenmondásmentességet is bizonyították, pontosabban hát egy relatív ellenmondásmentességet, és meg kell említeni még Poincaré nevét, aki szintén egy nagyon szép modellt készített, itt látható a modellek közötti kapcsolat. Tehát ez most csak azért, hogy ugye hogy tudjuk ezeket a, most ezt sem fogom tudni megmutatni, ezt a rajzot, mert nem jönnek be nekem ezek az animációk. Na mindegy, Huzonnak itt nagyon szép animációját tudnám erről mutatni. Na de mi a probléma? Ugye a kristályokat gömbökkel modelleztük, na most ezek a gömbök, ezek
hiperbolikus geometriában például nem olyan gömbök, mint, nem csak olyan gömbök vannak, mint a szokásos gömbök. Ugye, van a hagyományos, itt most kör szempontjából, kör, aztán van ez a bizonyos horociklus, vagy horoszféra, hogyha térben nézzük, vagy van a hiperciklus. Ugye? És ez a, tehát a gömbök már különbözőek lesznek, tehát itt már gazdagodik ez a tér, sok minden szempontból gazdagodik, itt vannak a modellben ezek a gömbök, és utána meg lehet kérdezni, hogy ezek a gömbök milyen sűrűn helyezkednek el maximálisan egy térben. Ez nagyon lényeges, mert a természet mindig a szélsőségekre törekszik, az extrémumokra. Tehát nagyon érdekes az, hogyha már úgy képzelünk egy kristályt, hogy gömbökkel modellezzük, akkor nagyon lényeges az, hogy a gömböket megpróbáljuk valamilyen extrém módon elhelyezni, sűrűn, vagy ritkán, vagy valamilyen extrém módon. És ezért ez egy lényeges kérdés. És akkor ezt ugye láttuk, hogy nagyon sokára a hiperbolikus, a euklideszi térben megoldott a Hales, hiperbolikus térben egy érdekes módon, viszonylag szerencsés módon egyszerűbb volt a kérdés, de nem volt egyszerű, csak egyszerűbben eljutottak a legsűrűbb elrendezéshez. Ugye Roger, Fejes, Tóth László és Coxeter sejtését, aztán Böröszki Károly, Flórián bizonyította, és Böröszki Károly terjesztettek ilyen dimenzióra, ott még a bizonyítással lehetnek esetleg gondok. De valamilyen módon itt látható a modellben ezek a horoszférikus elrendezések, egy szabályos tetraéder csúcsába raknak horoszférákat, tehát nem is igazi gömbökkel realizálódik ez a maximális elrendezés, hanem horoszférákkal, és elég nagy sűrűséggel, 0,853-as sűrűséggel. Amit mi itt hozzátettünk, az, hogy találtunk többféle ilyen elrendezést, horoszférikus elrendezést, ami ugyanezt a sűrűséget produkálta. Itt látható különböző ilyen elrendezések, különböző alakzatoknál. Ez most már egy érdekes módon, mondjuk hiperbolikus térben, mondjuk dodekaéderrel is lehet kövezni a teret. Tehát ott a szabályos testek azok gazdagabbak valamilyen módon, és ezekhez a sűrűségeket, mindenfélét ki lehet számolni, de ez most nem is a lényeges kérdés. De az biztos, hogy sokkal gazdagabb a hiperbolikus tér. Például lehet csinálni úgynevezett csonkolt hiperszférákat is, csonkolt tetraédereket is, amikor a modellből kilóg a csúcsa egy háromszögnek mondjuk, vagy egy tetraédernek, vagy n-dimenziós tetraédernek, és ezekhez lehet szintén gömbkitöltéseket csinálni, ezek egész friss eredmények, ezek ilyen csonkolt tetraéderekhez tartozó nagyon szép elrendezéseket mutatnak, nagy sűrűséggel. Tehát ezek, itt a következő ennek a célja, tehát az, hogyha vannak ilyen nagyon sűrű elrendezések, ezekhez lehet, hogy meg lehet találni majd valamikor kristályszerkezeteket, hiszen ezek modellezhetnek kristályszerkezeteket is, és azokból aztán ki tudja, mit lehet csinálni. Tehát itt egy kicsit most a geometria előrébb lépett, és hátra a anyagszerkezetbe találunk majd egyszer olyanokat, amik ilyesmi elrendezéseket produkálnak. Tehát ilyeneket lehet csinálni, ez egy nagyon szép futballsokasság, ez Molnár Emil tanár úrnak a nagyon szép eredménye, amikor ugye a futballlabda euklideszi fullerén, biztos hallottak ezt az elnevezést, annak a hiperbolikus általánosítása, ami már térkövezést ad. És ezen térkövezés azért érdekes, mert ehhez tartozik az eddig ismert legsűrűbb gömbkitöltés, hagyományos gömbkitöltés, ez a 0,77-es sűrűség, ami nagyobb, mint az euklideszi, és hát mindenképpen érdekes, ugye, mert ez is egy szélsőséges eset. Ezek a képek, amiket itt látunk, ezek meg a hiperbolikus térnek ilyen csőszerű, hogyha ennek a szimmetriáit alkalmazzuk tovább, akkor ilyen csőszerű elrendezésekkel tölti ki a teret. El lehet képzelni ezeket az alakzatokat így csőszerűen összepakolva, ebből a tetraéderből származtathatók ezek. És ezekből ilyen csőszerű szerkezetek, amelyek hát a nagyon híres manapság nanotyúboknak ugye a struktúrája is ilyen, és ez egy hiperbolikus nanotyúb struktúrák közé tartozik.
Tehát valamilyen módon ezek már megint visszakapcsolnak olyanokhoz, amiket mai napra kutatnak keményen, és ez a geometriának ugyanez hiperbolikusban van, de ki a fene mondta, hogy a terünk az euklideszi? Abszolút nem biztos. Kicsibe minden euklideszi, de utána már ki tudja milyen. Tehát ezeket érdemes nézni, hogy más terekben is ezek a struktúrák hogy jönnek létre, hiszen senki nem mondta, hogy a mi terünk az euklideszi. Gauss megpróbálta megmérni, Lobachevsky megpróbálta megmérni, hogy milyen térben vagyunk, de nem tudták, hogy hát nem lehet mérni, mert olyan kicsi az eltérés kicsiben. Ezek ugyanazoknak különböző alaptartományai. Különböző paramétereknél lehet ilyeneket csinálni. Ez egy azért érdekes elrendezés, mert ez egy lokális, tehát nem kiterjeszthető a térre, de sűrűbb, mint az ismert hiperbolikus elrendezés. Tehát az az érdekes, hogy amit itt Bolya is mondta, hogy a különböző, ugye ezt csak azért mondom, hogy Bolyainak, még most a Bolyai geometriának attól függetlenül Bolyainak nagyon sok emléket hagyott maga után, és ő leírta már Einstein előtt majdnem 100 évvel, vagy 50 évvel, több mint 50 évvel, hogy a nehézkedés törvénye és szoros összeköttetésben folytatásba tetszik, mutatkozik az űr termetével, valójával, alkatával, mélységével, és gondolom az egész természet világállapotával. Ezt ő megírta már 1850 körül, és ide a világ eljutott 1900-as évek elejére ide. Tehát nagy gondolkodó lehetett Bolya, és hát gondoljunk rá szeretettel. De az az érdekes, hogy a világ még akkor se biztos, hogy hiperbolikus vagy euklideszi, mert van még variáció, és itt vannak még különböző terek, amik lényegében hasonló szerkezetűek, mint az euklideszi, de azért hogy a távolság megadása mindegyikbe különbözik, és így az egybevágóságok is különböznek, és minden különbözik. Tehát az ugyanazt lehet csinálni, mindegyikbe lehet egybevágóságokat definiálni, az egybevágóságokhoz tartoznak kristálycsoportok, a kristálycsoportokból föl lehet építeni alakzatokat, mindenfélét, akár kristályokat is, hogyha ilyen a tér, és ezek a kristályok ilyen különböző geometriákba fordulhatnak, nincs több ilyen geometria fajta, tehát egy ilyen homogén, maximális Riemann geometria, ezek van, ez a 8. Ebben benne van a hiperbolikus, szférikus, euklideszi, de még van mellette másik 5. És ezeket ilyen szempontból érdekes lehet vizsgálni. Ezekben a terekben, ugye ezek nem állandó görbületű terek, lehet különböző dolgokat vizsgálni. Egyeneseket. Ez akkor tudod, hogy egyenesek. Például SL2. S2 kereszt R-térben ez egy gömb, és azok ott az egyenesei ennek a geometriának, persze egy modelljében. És akkor itt lehet látni például, hogy Alíz, miért nem találod a házhoz, mert hogy az egyenes az nem biztos, hogy közeledik a házhoz, ugye nem lehet, hogy távolodik. Mert a gömbök ilyen furcsák ebben a geometriában. Igyekszem, most már tudom, hogy ugye a gömbök egyáltalán ugye furcsák, ezek egybevágó gömbec. Persze ezeknek a modelljében tudunk dolgozni. Ezek például prizmák ebben a modellben. És az az érdekes, hogy az eddig ismert legsűrűbb gömbkitöltés az összes ilyen úgynevezett Thurston geometriát értve ebben az S2 kereszt R geometriában van. Itt meg lehet, ez pontosan az időszűkében, most erről nem beszélek, ez például egy Dirichlet-Volonoi-szerbe ebbe a geometriába. Tehát a lényeg az, hogy itt most a részletek úgyse jönnek elő, de az látszik, hogy minden geometriában lehet Dirichlet-cellát, alaptartományt csinálni, és ezekből föl lehet építeni anyagokat. És nem tudjuk, hogy mivel a terünk milyen, ezért ezek a dolgok, ezek karakteresek lehetnek, tehát ezekkel érdemes foglalkozni. Ezek Dirichlet-cellák, adott egybevágóság csoporthoz tartozó Dirichlet-cellák és gömbök. Ebben a geometriában, S2 keresztel geometriában. És a legjobb, legismertebb, ez a legnagyobb sűrűség eddig, amit létre lehetett hozni Thurston geometriában, ami mai napig ismert. Aztán van a H2 keresztel geometria. Ott ebben a modelljébe persze lehet látni, ezek egyenesek. Ez egy gömb, az a piros. Ezek equidisztans felületek. Tehát az oldalfelező merőlegesnek a általánosításai. Ezek prizmák, a prizmákba beírt gömbök. Ez egy gömbkitöltés
ami egy a rotáció csoporthoz tartozó gömbkitöltés és annak a modellje. Tehát ezek mind olyanok, amik tök analógok az euklideszében ismert, akár a lepkékkel, akár a korábbi dolgokkal. Tehát ezekkel érdemes, ez például a Neil geometriát, ez már egy kicsit kacifántosabb, ez az egyenes, ez a geodetikus ebben a modellben. Egy ilyen spirálvonal, olyan, mint egy hélix, olyan, mint a DNS. Nem? Tehát érdekes összefüggések vannak. Így néz ki, hogyha animáljuk a paramétereit. Ez például egy forgatás, tehát ez egy egyenes, az egy geodetikus, amikor forgatom az Y-tengely körül, persze ebben a modelljében. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, és ezek a gömbök a Nílben. Látszik, hogy ha kicsi a sugár, akkor olyan, mint az euklideszi. Ha növelem a sugarat, torzul a gömb. Változik az egésznek a struktúrája. Itt látszik a gömbetszet, hogyha változtatom. Itt vannak a paralleloid, a paralelogrammának az általánosításai. Hogy néznek ki a paralelogrammák, a térkitöltő paralelogrammák a Neil térben? Ugyanígy lehet rácsot, ezek az oldalfelező merőlegesek. Ez egy Dirichlet cella. A rácsok, itt ezek a kis dodekaéderek, a rács csúcspontjai. Látszik, hogy hasonlít az euklideszihez, de el van tolva hozzá képest. Itt van ez a Neil térnek a legsűrűbb gömbkitöltés, ami rácsszerű. 0,78-as sűrűség, nagyobb, mint az euklideszi. Lehet, hogy lehetne egy ilyen valamit, itt látható a rács, meg a hozzátartozó gömbkitöltés. Ilyen szép. Ugye ezek a Neil gömbök, ezek olyan torz alakzatok ebben a modellben, de nagyon szép struktúrát alkotnak. Ez az ő Dirichlet cellája. Aztán van az SL2R geometria, amilyen hiperboloid modellje van. Ott ilyenek a gömbök. Transformált alakzat. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy minden geometriában ezekben megtaláljuk a megfelelőjét azoknak a struktúráknak, amikről az euklideszibe beszéltünk, és ugyanazt a játékot eljátszhatjuk teljesen egyenrangúan. És ezáltal érdekessé válnak ezek. Ez például egy hasáb kitöltés. Ugye ott van az a piros, ez az egybevágó hasáb, ami transformálva van egybevágósággal. Itt látható egy SL2R gömbkitöltés. Itt a szól geometria, amit Jeffrey Weeks, aki a Thurston munkatársa volt, azt mondta erről a geometria, hogy ennél hülyebb geometria nincs, ilyen nincs is, ez egy katyvasz. Valahát most nagyon egyszerűsítve a dolgot. De valamilyen módon egy nagyon furcsa geometria. És ez a geometria, az SL-szól geometria, ezt úgy lehet elképzelni, hogy egy Minkowski geometria van, és az úgy fölfel, amikor emeled, akkor így csavarodik is. És ebben a geometriában a rácsokat tudjuk értelmezni. Ugyanúgy tudjuk, itt látható egy paralelepipedon, egy paralelogramma általánosítása. Csak ilyen furcsán néznek ki ugye ezek. Itt mutatja az animáció, hogy az alsó paralelogramma az ő képéhez, a tetőhöz el van csavarodva. Ugye az egész, mert így az egész csavarodik. Ezeket pontosan le lehet írni, épp úgy, mint az euklideszi térben. És itt látható, ez az ábra azért jó, mert mutatja a Minkowski síknak ezt az izotróp irányát. Ugye, de ezek is paralelogrammák, vagy paralelepipedonokat szimulálnak ezek a dolgok. És ezek a rácsok is osztályozva vannak. Molnár Emil tanár úrral csináltuk ezt a cikket, és itt a Bravetta típusú rácsokat, itt 17 csoportot alkotnak, és végtelen sok van, mert azon belül még végtelen sok eset van. Tehát nagyon, nagyon érdekesek ezek. Ezek mutatják, hogy néznek ki ezek a furcsa paralelogrammák. Ezt egy hallgató csinálta. Itt láthatók Dirichlet cellák ebben a geometriában. És ezek térkitöltő alakzatok, tehát ezekkel ki lehet tölteni a teret. És itt látható, hogy szerkeztünk ilyet dolgot. Ezek megint különböző monoklin, ez egy monoklin rács. Tehát minden euklideszi rács típusnak megfeleltethetünk itt is rácsokat. Ez pedig egy gömbkitöltés itt, és azt hiszem, hogy köszönöm a figyelmet. Hogyha még azt a pici kis verset, ugye Alice-tól el lehet olvasni, ezt kívánom mindenkinek egyébként, hogy
legyen nyugalma ebben a világban, hogy tudjon ilyenekkel foglalkozni. Ugye, mert egy történetet zárásképpen tényleg csak annyit, hogy ha mindenki olvasta a Mici Mackó című mesét, az egyik rész ugye úgy fejeződik be, hogy Robert Gida elmegy iskolába. És elmegy iskolába, és akkor kézen fogja a mackót, és akkor mit mond neki, hogy Mici Mackó, egy dolog az, amit nagyon fogok sajnálni, hogy én soha az életbe nem fogok unatkozni. És ez egy nagy-nagy bölcsesség szerintem, ez, hogy az embernek egyszerűen, amiután a fiataloknak még van talán egy kis idejük ilyesmire, de hogy ezt meg kéne őrizni mindenkinek, hogy egy picit unatkozzon, és akkor van az az esély rá, hogy az emberből kijön valami, aminek van értelme, mert egyébként ezt a mai fehér zajban, ami körülvesz minket, reménytelen. Hát nagyon köszönöm a figyelmüket, és meg meghallgattak. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadást, és szeretettel várjuk a kérdéseket a hallgatóságból. Kérem, tegye fel a kérdést, most majd megismétlem. Tehát a kérdés az volt, hogy lehet-e majd tudni, hogy a mi világunk euklidészi vagy sem? Hát valószínűleg nem fogjuk tudni. Ugye, ha jól tudom, a fizika most azon az állásponton van, hogy alapvetően azért az izotróp tér az a döntő, tehát vagy szférikus, vagy hiperbolikus, vagy euklideszi módon van esély, hogy a világ fölépüljön, de erre én ezt konkrét választ nem tudok adni. Valószínűleg nem fogjuk megtudni pontosan, hogy... Mi is készültünk kérdésekkel, de ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy miután a fejünket megtöltötték a különböző geometriák, egy kis rendet vágjunk még, és az előadótól kérdezzünk, úgyhogy bátorítok mindenkit. Vagy hogyha online érkezett valami chatben kérdés, online nincs. Jó, akkor én elindulok a számítógépemmel a HDMI kábel felé. Ja. És közben pedig megkérem a hallgatóságot, hogy csatlakozzanak fel a Wi-Fi-re, vagy ha valakinek van, nem kell a Wi-Fi, akkor nem kell a Wi-Fi, annál jobb. Ez egy online quiz lesz, amit olyan eszközzel tudnak végezni, aminek van internet elérése. Nincsen eszközük, semmi baj, valószínű a szomszédjuknak van, és akkor tudnak alkotni egy kis csapatot, és úgy részt venni ebben a quizben. Jó, tehát az instrukciókat, azokat látják a képernyőn, látjátok a képernyőn. A joinmyquiz.com honlapra kell menni, és ott ez a 880223-as játékkódot kell beírni. Ki kell majd választani egy álnevet, amilyen néven a játékosok, illetve a csapatok játszanak. Még egyszer, hogyha valakinek nincs ilyen online eszköze, semmi gond, ha van kedve, csatlakozzon a mellette ülőkhöz, és segítse őket, hogy jobban menjen a kvíz. Ketten már csatlakoztak, hárman. A kérdéseket Szirmai tanár úrtól kaptuk. Lesz mindegyik kérdésre, én fél percet gondolok, de remélem, hogy tényleg annyi, mindjárt kiderül majd, ahogy elkezdjük a játékot. Mindegyik kérdés után majd Szirmai tanár úr, hogyha akar, akkor hozzáfűz valamilyen megjegyzést az eredményhez. És akkor
fél perc alatt, ha valakinek nem sikerül válaszolnia, nem sikerült, ha sikerül viszont, akkor nem csak az számít, hogy helyes-e a válasz vagy sem, hanem az is, hogy milyen gyorsan ment. Tehát a végén majd az lesz a győztes, aki a leggyorsabban a legtöbbet válaszolta meg helyesen, és learadhatja a tapsvihart. 28-29, mi látom, még csatlakoznak páran. Nagyon jó. Van még valaki, aki próbál, de még nincs bent? Nem látok ilyet. 32-en vagyunk, akkor nézzük. Saját eszközeiken látják a lehetséges válaszokat, a kérdés itt is, meg a saját eszközön is látszik. Izgi. Érdekes, hogy eltűnt a timer, itt kellett volna, hogy... nagyon jó. Na nézzük! Az első kérdés után az meglepődött smiley, az vezetett. És akkor tanár úrnak, hogyha van valami megjegyzése, amit akar hozzáfűzni, nincs az is, akkor tovább lépünk. Igen, tehát a Platón a helyes, de valóban Arisztotelész is foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát az se teljesen rossz. Thales, azt nem tudom, hogy az lehet, hogy ezzel is foglalkozott, de arról nekem nincs tudomása. Aha, nézzük akkor a következő kérdést. Ez akár egy egyetemi másodéves szilárdtestfizika kurzuson is elhangozhatná ez a kérdés. A bravirácsok azok a tananyag alapvető részei nálunk is. Aha, kis átrendeződés. 24. A Jenő. Igen, az 5 ugye az a síkban, a 7 az meg a kristályosztályok száma, tehát mindegyik azért közel volt a dologhoz, de valóban a 14 a helyes. A mai hallgatóság nagyon penge, ez ritkán van, hogy fél percnél hamarabb idő alatt mindenki megválaszolja a kérdést. Na, ez viszont megosztotta a hallgatóságot, tanár úr, esetleg... Én Pulya Györgyre gondolok, Fejes Tóth Lászlóval nem tudom, hogy kapcsolatban volt-e Eser. Pulya Györgyel, Kokszéterrel... biztosan kapcsolatban volt, ezekről tudok. Fejes Tóth Lászlóval lehetett volna kapcsolatban, és a témához értett is, de szerintem nem. Mindenesetre az előadásban elhangzott, igen, tehát Pulya György... amiről nekem tudom, Zsansomon Pulya György, ami biztos. Fejes Tóth Lászlóról nem tudok, hogy kapcsolatban volt. Fú, nagyon gyors a hallgatóság. T. Barnabás őrzi az előnyét. Így van, Beltrami volt. Mindegyik, többiek is készítettek modellt, de az elsőt tudtam a Beltramihoz köthető.
Na, P. Barnabás még megverhetőnek tűnik. Tanár úr? Így van, a Nives Exangula az. A többi az más témával foglalkozott. De a másik kettő is Kepler. Igen, Kepler mű, igen, 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 igen. Hoppá, hoppá, változás az élen. Igen, helyes, helyes a válasz. Fejes Tóth László ötletét használta, de helyes a Hilbert ezzel tudtommal nem foglalkozott közvetlenül ezzel a sejtéssel. Helyes a helyes válasz. És ez volt a hatodik kérdés, még két kérdés van. P. Barnabás még talán visszaszerezheti a trónját. Kezdünk a nehezebb kérdésekre evezni. De a mai hallgatóságnak ez se jelent gondot, hát ez fantasztikus. Igen, S2 keresztel, helyes az a helyes, a többinél S2 keresztel 0,87 nagyságrendű, a Nilnél 0,78 nagyságrendű, Euklideszében meg 0,74 nagyságrendű a legsűrűbb. És akkor az utolsó kérdés következik. Én ezt nem biztosan le tudnám válaszolni, pedig próbáltam figyelni. De meglátjuk, hogy a hallgatóságnak ez hogy megy. Átrendeződés történt, hát igen. Igen, a harmadik a Minkowski sík. A hiperbolikus sík ugye az az SL2R-nek, meg hát a hiperbolikus geometriának az alapja, de a szól az a Minkowskira épül. Geometria és annak a rácsai. Lehet felhasználni a rácsainak, a térrácsoknak a származtatásához. Tanár úr, megkértem, hogy a kérdésekben legyen könnyebb is, de azért legyen nehezebb is, amiben a haladóknak is bele kell harapniuk. Hát ez teljesült. Ha nézzük meg a végeredményt. Do you want to end the quiz? Yes. És remélem, hogy ezt akkor megmutatja a leaderboardot is. Na nézzük. Hoppá, hoppá, hoppá. Kérem szépen az első, második és harmadik helyzetet, hogy álljanak fel, meg tudjuk őket tapsolni. Köszönöm szépen még egyszer elsősorban tanár úrnak az érdekes előadást, amivel új világokra, a hallgatóság szemét is új világokra tudtak felnyitni. Az aktív részvételt a hallgatóságnak. Kérem, hogy akit érdekelnek további programjaink, azok a Science Campus honlapon megtalálják a következő esemény ebben az évben, az december 8-án lesz a fizikus Mikulás, és aztán a következő fél évben folytatjuk ezt a sorozatot, de egyéb ismeretterjesztő programokon is szívesen látunk mindenkit a BM-én. Köszönöm szépen!